Kiski babám az ajtót híres magyar nótával indult a második alkalommal megszervezésre kerülő Tolnai Brass Vegas Fesztivál. Számos helyi lakos volt kíváncsi a jelmezes zenés felvonulásra, akik szép számba követték a fúvósokat a Dunapartól a központig. Kíváncsi vagyok. Szeretnénk meghallgatni őket, meg megnézni. Még voltak esetleg ilyen rendezvények? Nem voltunk, de fúvósokat hallgattuk az ősszel, és nagyon tetszett. És szeretnénk őket újba hallani. Több Tolna megyei zenekar is képviselte magát a kétnapos fúvós fesztiválon. Megjelenésben a legfigyelemfelkeltőbbek a szexádi Human csapat tagjai voltak, akik utánfutóról zenéltek. A Human 2017 augusztus végén alakult igazából, már előtte is a csapattal egyébként voltunk egy formációba, de szerettünk volna valami újat csinálni, úgyhogy ezért megalakítottuk a Human-t, és hát most már ugye 2 éve űzzük ezt az egészet, és hát nagyon, nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, és köszönjük ezúttal is a meghívást. Már több éve együtt zenélnek a csapattagjai, de most egy külön formációval lendülettel szórakoztatják a zenekedvelőit. Tudtuk meg a Human csapat képviselőjétől. Lesz poffeldolgozás, lesznek klasszikus zenék, igazából ilyen igazi, könnyed, bulizós, menetelő zenéket fogunk fújni. Mint például Shape of You-t, a Seven Nation Army-t, ugye amerikaiaknak a nagy zenét, a High Hopes-ot. A Szexuális Ifjúsági Fúvós Zenekarba kezdtük mi ezt az egészet, annó még, mi 5 éve már együtt zenélünk igazából, és így álltunk össze, hogy onnan így kiszakadtunk, mondván, hogy akarunk valami más csinálni a nagy fúvós zenén kívül. Tolnai ifjúsági fúvós zenekarban klarinétozik már 3 éve Imre Kristóf, aki nagyon boldog volt, hogy a helyiek nagy számba érdeklődnek a zene iránt. Arra voltunk kíváncsiak, hogy ő, mint zenész, milyen zenestílus kedvel és hallgat szabad idejében a próbaszoba falain kívül. Klarinéttal kezdtem, viszont most a zenekarban basszus klarinétozni is szoktam általában, és a legtöbbször. Ennyi. És mi a kedvenc stílusod, vagy van-e kedvenc stílusod, zenei stílusod? Hát nehéz igazából. Ne, szerintem nincs. Bármit, amit a karmesterünk hoz, bármilyen stílusú zenei, én azt mind szeretem eljátszani. Igaz, ha nehéz, akkor több gyakorlásra, de imádom az összeset, amit kapunk. És amúgy szabad időben milyen zenéket szoktál hallgatni? Ott is vegyes. A hangulatomtól függ igazából. Hogyha mondjuk tanulok, akkor például klasszikus zene, direkt, hogy nyugodt, tudjak koncentrálni. Van, amikor például természetesen, hogy játszok gépen, akkor kicsit izgalmas a pörgősebb zene, viszont ilyen, amikor csak lazulok, akkor megint egy ilyen lazább kis hip-hop-ok, meg ilyen mainstream zenéket szoktam hallgatni. A közönség számára többféle programot is rendeztek, rendőrségi bemutatót, színházi előadást, valamint több helyi egyesület is bemutatkozott. A kétnapos fesztivál alatt több zenés szórakozáson is részt vettek az érdeklődők. Első nap este szabadtéri lemezlovardát rendeztek a Magház udvarán, szombaton a második nap délelőtt a vendégzenekarok Tolnával ismerkedtek, közben a civil szervezetek főzőversenye zajlott. A lemezlovarda rendhagyó módon idén szabadtéren került megrendezésre, tudtuk meg Tari Gergely szervezőtől. Tolnán vagyunk éppen a Brass Vegas Fesztiválon, a Dunaparton kezdődik egy jelmezes felvonulás éppen. A holnapi programunknak a résztvevői már itt vannak nagyjából, még Szabadkáról várunk egy együttest, ott egy kicsit elragadtak a határon, de ők is valószínűleg ide fognak érni majd. Budaörsről érkezett hozzánk egy táncos csapat, ők mazsorettezni fognak majd a menet elején, utána a Tolnai Ifjúsági Fúvózenekar jön, aztán a Szabadkai Fúvózenekar, és a legvégén egy szexárdi ilyen brass band lép fel. A menetben játszunk hagyományos magyar indulót, illetve majd különböző ilyen nyári slágerek is fognak megszólalni, például a La Bamba, szerintem mindenki ismeri. A Tolnai Ifjúsági Fúvós Zenekar a Fúvós Zenekarok Éjszakája elnevezésű nemzetközi felhívást is közzétette a Brass Vegas Fesztivál alkalmából.
Ebben arra kérik a hazai és külföldi fúvószenekarokat, hogy ezentúl minden évben, szeptember első szombatján koncertezzenek, próbáljanak, zenéjenek, és ezt publikálják, osszák meg a világhálón. Ezzel is népszerűsítve a fúvószenét, bemutatva, hogy mennyire sokszínűek és összetartóak ezek az együttesek.